meggyőződésem, hogy minden nyáron kell készíteni egy szilvás műsort. Pontosan ezért vagyunk itt, hogy a mai főszereplő a szilva legyen, és szilvából készítsek valami zseniális finomságokat. Tartsanak velem! Nagyon szeretem a szilvát, remek sütemények mellé, isteni köretnek, mondjuk egy kacsacomb ágyának, de hát a szilvás gombócot is nagyon szeretem, morzsával vagy mákkal, sodóval, isteni finom, de a mai nap három teljesen különleges dolgot fogunk készíteni. Kezdjük a levessel! A pulton vannak gyümölcsök, illetve van cékla. A szilvaleves a mai nap szilvából, céklából, illetve almából fog összeállni. Hogy miért a cékla és miért az alma? Csapjunk bele! A legfontosabb, ha a szilvával elkezdünk dolgozni, a következő mozdulat mégpedig az, hogy fogom és megmosom. Jó alaposan, legalább kettőször. Ha ezzel megvagyok, akkor egészen egyszerűen, ha magba váró szilvát sikerült vásárolni, akkor egészen egyszerűen megnyomom, kiszedem a magját, és mehet is a lábasba, amiben meg fogjuk főzni. Meg vagyok a szilvával, jön egy kis alma. Miért használok almát? Nem szeretnék egyéb sűrítő anyagot használni ennél a szilvás, gyümölcsös, céklás levesnél, úgyhogy az almára azért van szükség, hogy teste legyen a levesnek. Sűrítsük vele. Nem kell pucolni, én egészen egyszerűen négybe vágom, kiszedem a magházát, kockázom, és mehet a szilva után. Bármilyen alma megteszi, teljesen indiferens a fajtája, egy a lényeg, hogy alma legyen. Finom alma. És most jön a varázslat, egy picike, körülbelül kettő szelet, céklát fogok ebbe a levesbe rakni. Nem fog uralkodó íz kialakulni a cékla miatt, viszont a színe az zseniális lesz. Kettő szelet, nem több. Óvatosan pucoljuk, mert ugyebár a cékla nagyon erőteljesen fog, úgyhogy a szép ruhámra is vigyáznom kell. Az egész műsorban ez a krízispontom, a cékla pucolása. Így is belekockázom. Körülbelül akkora méretűre, mint amilyen az alma. Ha ezzel megvagyok, egy kis vizet öntök alá, és mehet a tűzre. Ebben a fazékban minden megtalálható. Az alma képviseli az őszt, a cékla a telet, a szilva pedig a nyarat. Hogy melyik évszak marad ki? A tavasz. Hát a tavaszt én képviselem. Körülbelül 10 másodperce forr föl, és már ilyen gyönyörű a színe. A most következő sütemény a gyermekeim nagy kedvence, a gyerekeim ugyebár ilyen 23 a legkisebb, ebből egy nagyobb mennyiséget tudnak elfogyasztani. Konkrétan ezzel a kis hőálló tálba, ha készítem, ez 2 adag a számukra. Természetesen ez egy 6 szelet sütemény lesz a végeredmény. Mi kell ehhez a sütihez? Szilva.
milyen mennyiségben, a pontos mennyiséget sosem tudom meghatározni, ilyen gondolom formán, hogyha mindenképpen szeretnének tőlem tudni valamilyen számot, akkor mondjuk azt, hogy 12 szem szilva, amit természetesen megmosok. Annyira zseniális ez a süti, mert a végén a vanília fagyi, vagy amilyen fagyit fogok majd találni a mélyhűtőbe, amikor rá fogom kanalazni, egyszerűen olyan gasztró élmény, hogy el nem tudom mondani. Megfogom, kimagozom, leszedem a szárát, és szépen a deszkára pupozom, mert ezeket még félbe fogom vagdosni. A felezett szilvákat négybe vágom, és belerakom ebbe a tálba. Gyors mozdulatokkal lehet haladni. Jó, ezzel meg vagyok. Most jöjjön ehhez egy szép barack, amit még hozzáadok. Természetesen ennek is eltávolítom a magját. Szép kis magba váró, sokkal könnyebb magba váró barackkal dolgozni, mint az ellenkezőjével. Én nem szoktam bíbelődni, hogy leveszem a barasznak a héját, ha megvan mosva, semmi probléma nincs vele. Hozzáadom a szilvához. Most jön egy kis ízesítés. Rakok hozzá egy kis nátszukrot, mennyi? Az ízlésem szerint ez most 3 csapott evőkanál. Pici fahéj, mert a szilvának nagyon jól áll a fahéj. Nem sok, körülbelül ennyi. És jöjjön egy kanál étkezési keményítő. Remélem az. Igen, étkezési keményítő. Így. És az egészet összeforgatom. Ez lesz a süti alján. Fogom a hőálló tálat, és az alját kivajazom. Ha azt gondoljuk, hogy túlvajaztuk, akkor vajaztuk jól ennél a sütinél. Ezzel meg vagyok. Egészen egyszerűen belekotrom a gyümölcsös keveréket. Ez lesz a süti ágya. Így. Szépen elrendezgetem. Így. És jöhet a villámgyors tészta. Tésztához mi kell? Kell 25 dekagram liszt. Kell egy fél csomag sütőpor. Látják, a száraz hozzávalókat teszem először hozzá. Kell egy csipet só. Illetve kell 5 dekagram nátszukor. Ez körülbelül egy 4 evőkanál. Ezt összekeverem. Tehát 25 dekag liszt, 5 dekag nátszukor, fél csomag sütőpor és egy csipet só. Itt tartunk most, ebben vannak a száraz hozzávalók. Jöjjenek a nedvesek. Ez 1,5 deciliter tejszín, ehhez hozzáadok egy tojást. És egy kicsit összekeverem. Először villával. Egy kicsit rádolgozom még a hangverővel, hogy teljesen jól elkeveredjen a tejszínbe a tojás. Így. És a vaj. Megint előveszem a száraz hozzávalókat. Ez 10 dek a vaj, kockára vágva. Beleteszem, és a kezemmel elmorzsolom.
meg vagyok a száraz hozzávalókkal, a nedvessel, ezt a kettőt egészen egyszerűen elegyítem, és fakanállal összekeverem. Egy nedvesebb tésztát kell kapnunk, amiből ugye kettő kanál vagy fagyi kanál segítségével kis halmokat fogok képezni az előre beágyazott gyümölcságyra. Az így kapott tésztát, amit nézzék meg, hogy milyen állagú, egy ilyen keményebb nokertli tészta állagot kell kapni. Két módszer van arra, hogy ráhalmozzuk a gyümölcsökre. Az egyik az, hogyha van otthon fagyi kanalunk, akkor gyönyörűen megfogom, és ide kis halmokat képezek. De ugyebár ez nem az a hagyományos fagyi kanál, aminek van egy ilyen kis csappantyúja, ami leszedi a tésztát, tehát én inkább választom azt a módszert, hogy kettő kanál segítségével kis halmokat képezek, galuska jellegűeket, és rárakom a tésztára. Csinosan egymás mellé, nem kell nagyon szorosan, mert a sütőporta egy picikét meg fognak dagadni. És így folytatom, ameddig tart a tésztám. Elkészültem a kis galuska tésztákkal, ami nyersen is nagyon finom. Nem tudom, miért szeretem a nyers tésztát, még a nokellit is megeszem, képzeljék el. Nos, szóval meg vagyok vele. Ezeket berakom a sütőbe, körülbelül 30 perc alatt 160 fokon meg fognak gyönyörűen sülni. A szilva kiengedi a levét, a tészta beszívja, és valami isteni ízharmónia lesz majd a szánkba, aki kap belőle. Tehát mehet a sütőbe. Körülbelül 15 perce annak, hogy felfolt a szilvaleves, most hozzáadom a cukrot. A cukor az teljesen ízlés dolga, én körülbelül 4 evőkanállal fogok a mai nap rátenni, és aztán majd meg fogom kóstolni, hogy hol tartunk. Nézzék csak a levét! Csodás! Attól, hogy igazán finom legyen ez a szilvaleves, én rakok hozzá egy kis édes rozét. Nem sokat, az íze miatt körülbelül ennyit. Megvárom, míg felfor, az íze benn marad, az alkoholtartalom elpárolog, és valami isteni finom ízt fog eredményezni a szánkba. Tehát a rozét raktam hozzá, körülbelül egy jó fél decit. Közben rá tudok nézni a csodás szilvás sütire. Látják, hogy dagad? Jöjjön egy nagyon finom pohárkrém. Ez egy szilvás pohárkrém lesz természetesen, amit balzsamecettel fogok egy kicsit megbolondítani. A pohárkrém alapját a mascarpone fogja képezni. Ez egy 25 deka mascarpone. Ehhez hozzáadok 2, azaz 2 deciliternyi görög krémes joghurtot. Jöjjön az ízesítő. Kell hozzátennem egy kis reszelt citromot. Ez körülbelül egy fél citrom reszelt héja. Természetesen mindig vigyázzunk arra, hogy bio citromot vásároljunk, és annak a héját használjuk csak fel. Tehát ez egy fél citrom leve. Másik majd kell a szilva öntetbe. Annyira szépen pöttyöznek ezek a citrom héj darabok, hogy csodás a szemnek. Mindent lekaparok. Kell a citromnak a felének a leve. Így. Ezt kifacsarom.
közben sül a süti, fő a leves, és a hűtőbe is kerülni fog mindjárt egy finomság. Ezt a legnagyobb melegbe is el lehet készíteni, illetve a legnagyobb melegbe a legjobb elkészíteni, mert tényleg csak össze kell a hozzávalókat öntögetnem, tehát itt a citromlé, jön az édes, amit jelen pillanatban a virágméz fog alkotni. Ez megint ízlés dolga, én 2 evőkanállal fogok belerakni. Így, közben pedig majd kóstolgatom, és egy picike, egy pár csepp, egy 3-4 csepp mandula aroma. Az körülbelül ennyi. Nagyon csínyán bánjunk ezzel, mert nagyon el tudja vinni a mandula irányába ezt a pohár krémet. Egészen egyszerűen megfogom, és összekeverem. Természetesen egy csomó fajta ízesítőt rakhatunk hozzá, ahogy nekünk tetszik. Például el tudnék képzelni egy kis levendulaolajat, hogyha szeretném most levendulásra átvinni ezt az ízt. Természetesen rakhatunk bele vaníliát, de én most citromos mandulásra vágyom. Gyula kívánság erre, aki megtalálta ezt a 2 metaxás poharat, az ő kedvéért. Ebbe is töltünk. Megtöltöttem a poharakat, akkor bemennek a hűtőszekrénybe, körülbelül egy órára, még egy kicsikét összeérnek az ízek. Így. És erre jön majd a balzsam ecetes szilva öntet. Úgy is lehet természetesen, hogyha már kész lenne az öntetem, hogy rétegezem, tehát alulra ez a sajtréteg, aztán a szilvaöntet, aztán sajtréteg, aztán szilvaöntet. Ebből az adagból ez a 6 pohárral készült. A felületi egyenletlenségeket ilyen rázogatással tudjuk csinosítani. Természetesen a pohárról, mielőtt majd a szilvakrém rámegy, a rárakódott krémet le fogom törölni egy papírtörlő segítségével, de most mennek be a hűtőszekrénybe, és jöjjön rá a szilvaöntet. A szilvaöntethez előveszem a gyors forralómat, megmostam, kimagoztam a szilvákat, ez 10 szem volt körülbelül, és egészen egyszerűen, hát csak így félbevágom őket, ugyanúgy, mint ahogy eddig jártam el a szilvákkal. Ízlés szerint, ha ugyebár mézzel kezdtük el az édesítést a sajtos alapnál, akkor mézzel is folytassuk. Ízlés szerint adjunk hozzá mézet. Én szeretem, hogyha az öntet jó édes, tehát én minimum, de tényleg minimum egy 3 púpos evőkanál mézet teszek hozzá. Jöjjön egy kis citromlé, az előzőnek a másik fele. Magokat semmi esetre se pontyancsuk bele. Itt a citrom. Tapasztalatból tudom, hogy ez egy jó erős citrom volt. Jöjjön a trükk. Tehát mi van eddig benne? Szilva, citromlé és méz. 2 pici ágacska rozmaringot hozzáteszek. Tehát még egyszer rozmaringot. És 1 evőkanál balzsamecetet. Ettől a szilvaöntet kap egy savanyított jelleget, amit ki fogok forralni belőle. Felteszem a hőforrásra. Itt vannak a hozzávalók, jól látható, és körülbelül hát olyan 5 perc alatt
ahogy édesanyám szoktam mondani, összerottyantom, aztán kiveszem, kihalászom belőle a rozmarin szálakat, és az egészet összetudmixolom. És jöhetnek a sajtkrémek, tetejére kanalazom, mehet vissza a hűtőbe, és körülbelül egy órán belül tökéletes pohárkrémet kapunk. Közben a levest is megkóstolom. Isteni, jöhet a turmixgép. A szívva levesből már csak az utolsó fázis van vissza. Össze fogom turmixolni, és rakok hozzá egy kicsike görög joghurtot. Lehűtöm, és úgy tálalom mandulaforgáccsal, amivel szeretném. Mivel nagyon szeretnék vigyázni a ruhámra, így áttöltöm egy magasabb falu edénybe, és ebbe fogom összeturmixolni, ebbe könnyebben is fogom tudni hűteni majd a hűtőszekrénybe. Így. És egészen egyszerűen egy merülő mixerrel pürésítem. Sőhet bele egy kanál görög joghurt. És a szívva leves ilyen tém formán elkészült. Elkészült a szilva mártás is, ahogy említettem, kihorgászom belőle azt a két ágacska rozmaringot, és a rozmaring nélkül turmixolom össze, meg is van mind a kettő, és ezt szemüveg nélkül megtaláltam. Jó, oké, és jöhet a turmixolás. Az elkészült, turmixolt, balzsam ecetes szilva öntetet, nézzék milyen csodás a színe. Kiöntöm egy tálba, és egészen egyszerűen kihűtöm ezt is. Elkészültem mindennel, már csak a tálalás van hátra. Jöjjön először is a szilva leves, amit azzal fogok díszíteni, amiből készült maga a leves. Tehát raktam bele egy kis almát, és jön egy kis felezett szilva a tetejére. Előtte raktam bele görög joghurt pöttyöket. Ez jéghidegen, egy ilyen meleg napon isteni. Természetesen rakok rá egy kis mentalevelet. És itt van, elkészült a szilva leves. Jöjjön a pohárkrém, a szívás pohárkrém. Kihűlt minden hozzávaló, tehát mind a két komponens. Egyszerűen csodás a szilva mártás. Egészen egyszerűen rámerem a pohárkrémekre, ügyelve arra, hogy magát a poharat ne kenjük össze. Nagyon intenzív az íze, ez szerintem így magába is tökéletes, nagyon szépen mutatnak a rétegek, de ezt is természetesen díszítgethetjük egy szál kis levéllel, mert úgy gondolom, ehhez több nem kell. És jöjjön ez a szilvás sütemény. Ugye mondtam, hogy gyönyörűen ki fognak folyni a szilva levek, illetve a barack levek. Veszek is belőle egy adagnyit, rárakom, hát nem ekkorát, egy kicsit nagyobban, rárakom a kis tányérra. Látják, nem folyik, mert a tészta beitta ezt az isteni gyümölcslevet. Hát mondjuk ez az, amit nem lehet
annyira precízen tálalni. De jön a korona egy kis fagyi a tetejére. Én ma is elégedett vagyok. Nem hiába szeretem én ugyebár a szilvát. Nézzük, milyen csodákat lehet belőle művelni. Én várom Önöket a jövő héten is. Lájkoljanak a Facebookon, kövessenek az Instagramon, és higgyék el, mindegyik finom. Tehát ne csak egyet, mind a hármat készítsék el. Öröm készíteni, és öröm leszenni. Viszontlátásra! Most jön a Dogi Szilva, és dupla mennyiségű izé van a ruhámon.